Tisztelt Hans, azzal kezdeném, hogy olyan, hogy kapitalizmus nincs. Jelző nélkül kapitalizmus nincs. A kapitalizmus és kommunizmus szembeállítás egy dologra jó, arra, hogy elvonja a figyelmet a kapitalizmus válfajai közötti különbségekről. Az angol száz liberális kapitalizmus az egyik fajta kapitalizmus, de létezik még skandináv, rajnai, francia, mediterrán, távol-keleti fejlesztő állam, tehát nagyon sokféle kapitalizmus van. Adatokkal bizonyítható, hogy a liberális angol száz modell a legsikertelenebb, a skandináv pedig a legsikeresebb. Egyenlőségjelet tenni a liberális kapitalizmus és a demokrácia között nem lehet. Nem igaz, hogy csak liberális kapitalista országok lennének demokráciák. A rendszerváltáskor a meghatározó közgazdászok általános jelző nélküli kapitalizmus építéséről beszéltek, amely a gyakorlatban a liberális angol száz modellnek felelt meg. Ez a liberális modell, melyet Magyarország választott, azonban még Amerikában sem létezik, hanem Hayek és Friedman könyveiben vizionált utópia, fikció. Amerikában sem ilyen rendszer van valójában. Az Európai Uniónak nincs gazdasági vagy szociális modellje. Tévedés azt gondolni, hogy az Európai Unió ilyennel rendelkezni. Egyes tagállamoknak van ilyen modellje. Szociális Európa jóléti állam is csak egyes tagállamokban van, az Unió egészének joganyagában nem található meg. A kelet-európai multinacionális tőkére alacsony hozzáadott értékre, alacsony foglalkoztatásra és alacsony bérekre alapozódó modell, az uniós joganyag azonban lehetővé tette, azáltal, hogy garantálta a tőke szabad áramlását, nem tett semmit az offshore ellen, és garantálta a termékek szabad áramlását. Nézzük meg, milyen eredményei voltak ennek a liberális piacgazdaságnak 20 év elteltével. A magyar átlagbérek 23 év után az uniós átlag 40%-a körül vannak, míg az árak az uniós átlag 83%-ára konvergáltak. Nagy vonalakban az összes kelet-európai liberális kapitalizmus meghonosító országban ez a helyzet. Jó lenne az időbeli dinamikát is látni, de az Eurostat valamiért nem tartja fontosnak a béradatokat, ezért sajnos nem visszakövethető a 90-es évek elejére a dinamika. De mindegy is, mert hogyha ez a jelenlegi helyzet, hogy 40%-nál tartunk, teljesen mindegy, hogy mi volt a kezdő indulókban, ha ezzel a dinamikával zárkózzunk fel, akkor a dédlókáink fognak nagyjából nyugat-európai hasonló szinten keresni. Magyarországon 300 euró környékén van a minimálbér, és ez bruttó. Ha a közfoglalkoztatottak fele, akkor a minimálbérért nem számítom. Ami az és ezt az Európai Unió elfogadja. Tehát nincs semmi a joganyagban, ami ezzel beszólna, hogy ilyen alacsony legyen a minimálbér. Nyugat-Európában 1200-1900 euró a minimálbér, azaz 4-szerese, 5-szöröse a magyar minimálbérnak. Még a válságban lévő Görögországban is 684 euró a minimálbér. Az összes liberális kelet-európai országban hozzánk hasonlóan nagyon alacsony minimálbér. A magyar háztartások 80%-a nem tudna kifizetni egy hirtelen belső nagyobb kiadást, nincs ennyi megtakarítása. Az egyenlőségeket vagy egyenlőtlenségeket mérő Gini koeficiens globális összehasonlításban mindenhol Kelet-Európában, így Magyarországon is elfogadható mértékű, de ez csupán annyit jelent, hogy majd mindenki szegény. Nem ugyanaz a relatív egyenlő társadalom polgárszinten, és nem ugyanaz az egyenlőség dán szinten. Magyarországon ma 4 millió ember él létminimum vagy az alatt, azaz fizikai nélkülözésben. Nyugat-Európában gyakorlatilag nincs fizikai nélkülözés, vagy elhanyagolható. A közepes magyar bér, tehát havi 150 nettóval, alulról 7. decilisbe be lehet kerülni Magyarországra. Ez a közepes bér a nyugat-európai decilisek közül a legalsónak, vagy az a fölött levőnek a másodiknak felel meg. A mai magyar középosztály, tehát a nyugati alsó két osztály, de alsó két decilis szintjén él. A leggazdagabb 200 magyar, 1000 milliárdos nagyságrendű vagyona pedig még most a válság alatt is folyamatosan nő.
A magyarok foglalkoztatási rátája Málta kivételével a legalacsonyabb az EU-ban, és az összes liberális kapitalizmus működtető kelet-európai ország ott van a foglalkoztatási lista végén, Csehország kivételével, Szlovéniát nem számítom ezek közül az országok közé. Magyarországon az utolsó 20 évben nem volt esély a mobilitásra, nincs érdemi jóléti rendszerük. A magyar iskolarendszerben a diákok elért eredményét 72%-ban határozza meg, hogy az ország melyik része jártak iskolába. Ugyanez az adat Finnországban 8%. Magyarország átlagosan a GDP-je alig több mint 5%-át költötte oktatásra az elmúlt 10 évben, míg Dánia a sokkal magasabb GDP-nek a 8%-át. A magyar csúcs kicsivel 6% felett volt, 2003-ban Megyesi Péter miniszterelnöksége alatt, ma pedig inkább a 4-hez közelít, a 4%-hoz. 2005-ben a népességnek csupán 25,2%-a rendelkezett érettségivel, 11,7%-a pedig diplomával. A polgárok majd 2/3-a pedig, tehát úgy jár szavazni, hogy még érettségie sincsen. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy a végzettség abszolút értékben meghatározna a tudást, és ne szavazzon az, akinek nincs érettségie, de a diplomások tudásában sem mindig bízunk meg, akkor tehát felmerül a kérdés, mennyit értenek ezek a szavazók a közvitánkból, amelyek iszonyatosan bonyolultak technológia, globalizáció egyéb okokban. Az összes szociálpolitikai kiadás a GDP 21,6%-a volt 2007-ben, ami az uniós átlagnál jóval alacsonyabb, a nyugat-európai jóléti államok mögött pedig elmaradt 5-8%-ponttal. Vásárlóerő paritáson ez fejenként 3478 eurót jelent, Nyugat-Európa magyar adat, nyugat-európai jóléti államokban ez a duplájától a triplájáig terjed. Nem igaz tehát, hogy az alacsony béreket magasabb szociális transzferek kompenzálnák Kelet-Európában. Nem kompenzálják. Mindeközben a szociálpolitikai rendszer Ferde Zsuzsa szavaival és Mózer Péter számításaival élve perverz újraelosztás produkált mindvégig, azaz alulról osztott felülre. Nem felülről alulra, hanem alulról osztott a szociálpolitikai rendszerünk fölülre. Ilyen egy liberális kapitalizmus, ez nem jó régi állam. A foglalkoztatás politika a rendszerváltás utáni stabilizálódás óta nem tud eredményt elérni a foglalkoztatás növelésében. De ezen ne csodálkozzunk, munkaerőpiaci politikára 2007-ben a GDP alig több mint 0,5%-át költöttük, a régi tagállamok több mint 1,5%-ot, Belgium konkrétan 3%-ot. Az jóléti állam, ez liberális kapitalizmus. Az úgynevezett jóléti állam tehát felerősíti az egyenlőségeket nálunk, nem pedig gyengíti. A piac eleve polarizál és növeli az egyenlőtlenségeket, Magyarországon a maradék jóléti állam, amit nem jóléti államként funkcionál, tovább erősíti ezeket az egyenlőtlenségeket. Erre lehet azt mondani, hogy szegények vagyunk és nincs rá pénz, de ez nem igaz. Most ne beszéljünk arról, hogy a Bajnai és Orbán kormány által egyaránt támogatott és bevezetett egykulcsos adó végül 444 milliárd kiesés mellett a felső két decilishez áramoltatta a pénzt alulra. Az első egykulcsos adót a Bajnai kormány vezette be Magyarországon. De a magyar újraelosztási ráta 2006-ig az európai OECD átlagnak megfelelő mértékű volt, ráadásul csökkenő tendenciát mutatott, tehát nem igaz, hogy túl nagy lett volna a magyar újraelosztás mértéke. De minden is, mert hogy számos tanulmány bizonyítja, hogy az újraelosztás és a növekedés között nincs összefüggés, tehát értelmetlen azt súlykolni, hogy csökkentsük az újraelosztási rátát, magas újraelosztású országok is kitűnően növekednek. Aluladóztatjuk a vagyont, a tőkét, a környezeti terhelést. Most nem csak arról van szó, hogy 1700 milliárdos áfacsalások vágyai hangzanak el naponta, de arra sem volt készség, hogy a nemzetközileg abszolút kompetensnek elfogadott civil szervezet, a Tax Justice Network pár évvel korábbi állítását kivizsgáljuk, mely szerint Magyarország benne van a 20 legnagyobb offshore vesztes ország között globálisan, és 1980 óta a Magyarországról kiáramlott offshore tőke a magyar államadóság 2,5-szeresét teszi ki. Szokták azt mondani, amikor ilyeneket mondok, hogy
kevés idő telt még el. Egyszerűen az a helyzet, hogy jó úton haladunk, de lassan kevés idő telt el. Hölgyeim és uraim, Németország 23 évvel a II. Világháború után, teljes fizikai megsemmisülése után, 1968-ban már bőven a német gazdasági csoda mint államok. Szingapúr vagy Dél-Korea ennyi idő alatt a harmadik világban az elsőbe zárkózott fel. Zsákutcában ne lépjünk a gázra. Megoldás az esélyteremtő állam ad, Skandinávia, Franciaország, rajnai modell. Van rá pénzt, nem akartuk elkölteni. Köszönöm szépen!